Sziasztok! Van egy kérdés, amiről még mindenképpen beszélni kell, mert többek beszámolóján, hiba leírásában látom, mint kiváltó okot, és ez nem más, mint a vízkör bekötése, tehát gyakorlatilag a véghűtő és a deflegmátornak a bekötése, ugyanis nem mindegy, hogy melyik irányból tápláljuk meg. A helyes megoldás az, hogy mindegyiket alulról. A véghűtőbe alulról vezetjük ugye be a hűtővizet, végigmegy, és onnét átköt a deflegmátor alsó pontjára. Nem a felsőre, hanem az alsóra. És ennek nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy ezekben a csőköteges hűtőkben, azért, hogy a víz ne közvetlenül a legrövidebb úton távozzon a rendszerből, és ezáltal a másik oldala az hűtetlen maradjon, ezért egy spirális terelő lemez van behegesztve, vagy több kisebb lemez, és ezek kényszerítik a vizet arra, hogy szépen mindegyik csövet a csőkötekből körbeölelve, végigjárva az utat, vezessék a vizet a hűtőben. Tehát ez egy olyan fontos eleme a rendszernek, ami biztosítja azt, hogy mindkét oldala nagyjából azonos hőmérsékletű bent. Viszont, hogyha a felső pontokra kötünk rá, a véghűtő meg a deflegmátor esetében, akkor a beérkező víz, mivel nagyon kicsi a mennyisége és kicsi a nyomása, igazából csak lecsordogál a gravitáció hatására a terelő lemezeknek a szélén, mondjuk így, és nem nyomás hatására járja körbe szépen ezt az utat a hűtő belsejében, tehát egyenlőtlen hűtést okoz, illetve ami a legrosszabb, hogy nagyon hajlamos olyankor a buborékosodásra. Tehát a hűtő csöveken keresztül a beáramló levegőből buborék reked meg a rendszerben, hogyha felülről tápláljuk, felbuborékosodik a hűtő, és nem működik megfelelően. Tehát ezért ismételten a lényeg az, hogy alulról tápláljuk be a véghűtőt, a felső pontján vezetjük el a langyos vizet, és azt pedig a deflegmátor alsó pontjára köt rá, majd a nyomás útján végigjárja az útját a terelőlemezekkel szabályozva, és onnét vezetjük ki a vizet a gyűjtőedénybe, hordóba, akárhova.